Hellosztok! A mai videó eleje kicsit rendhagyobban fog kezdődni, mint az eddigi epizódoké, ugyanis sajnos az előző rész végén meghibásodott a felvétel, így sajnos csak Andi kamerájából vannak meg jelenetek. Szerencsére nagy részt a bányában tevékenykedtem, úgyhogy annyira nem voltak nagy előrelépések, azonban a házat sikerült fejlesztenünk, szóval meglett a 10.000 gold, és képítettük a második fokozatát a házikónak, úgyhogy bővültünk egy konyhával. Ez tök jó, de szerencsére sokról nem maradtatok le, úgyhogy innen lesz a folytatás. Na szóval építettünk még ide egy ilyen öntöző rendszert, mint kiderült, ezek a sprinklerök csak a körülöttük lévő 4 blokkot képesek bevizesíteni, ami azért elég, hát ilyen csökkentett üzemmód, vagy nem is tudom, hogyan fogalmazzak. De semmi baj, képítettünk egy egész sort belőlük, úgyhogy végre talán értelmük is lesz. Nagyon hatékony, nagyon. Mindenkinek csak ajánlani tudom. Abszolút. Egyébként hamarosan elérkezünk az évadnak a zárásához, vagyis az évszak zárásához, ugyanis lesz egy Dance of the Moonlight Jellies nevezetű fesztivál, amit még ebben az epizódon meg szeretnék nézni, illetve kaptunk egy új levelet, amit csak szintén csak jól lenne lecsekkolni. Szóval valakinek, George csak pontosabban feldagadt az egyik térde, és szüksége lenne egy kis segítségre, és azt mondja, hogy az jó tenne neki, hogyha hozzá dörzsölne csípős paprikákat, úgyhogy nem tudom miért, de erre lenne nagy szüksége, tudunk-e neki szerezni, hát elfogadjuk. Itt van egy. Hoztál egyet neki, és hova adjuk le neki, meg kell keresni ezt a George-ot, ki is volt ő pontosan? Lehet, hogy amúgy én még nem is találkoztam. Jaj, ez a nagypapa, igen, tényleg ő a mogorva nagypapa, tudod, aki... Hű, neki lehet, hogy jó lenne bevágódni, mert ő valószínűleg soha egyébként nem fog minket megszeretni. Az a helyzet egyébként, hogy ő az egyetlen ember, akivel én még nem találkoztam, nekem még kérdőjeles, de láttam már ünnepségeken, de amúgy nem ismerem az öreget. Hát akkor majd most mindjárt bemutatlak neki. Itt a Riverhood valakik itt fölül. Riverhood? Ez a nagy házikó? És bagoly van rajta? Az egy bagoly? Itt van a George, igen. Azt hittem egy macska, ami lelóg onnan. Jaj, szegény cica, azért csak nem. Na hát ő kéri, azt mondja, hogy szüksége van rá. Tetszett? Hát én odaadtam. Tetszett neki? Tessék, igen, itt van. Szerintem. El is készült, igen, a quest. Nagyon régóta vár már rá, és köszönjük szépen. Hát mi is köszönjük szépen. Elfogadhatjuk itt 200 gold, easy money. Tök jól indul a rész. Most nem tudok horgászni, mert elfogyott a csalim az előző részbe. Úgyhogy vissza kell mennem. Sőt, lehet megyek veled a bányába. Gyere bányászkodni együtt, és akkor legalább meg tudom mutatni neked az új szinteket. Képzeld el, hogy a 50. szintig lejutottam, ami azért érdekes, mert ott már teljesen újabb bányomot, mert ilyen jeges slime-ok támadnak meg minden. Én arra még szerintem nem vagyok eléggé felkészülve, tekintve, hogy gyenge kardom van. 55? Hát azért meg lehet próbálni, tessék. Azzal jöttek ide, hogy rögtön két slime szopogatja a lábujjamat. De amúgy itt már tényleg ilyen nagyon-nagyon rewarding ez a bányászat. Jó, nem annyira, mint a horgászat, tehát annál nem lehet annyira király valóban, ezt elismerem, mert én még nem találtam gyémántot. Meg... Hát majd egyszer talán... Szőrös uborkákat sem. Szőrös lila uborkák is elkerültek. De volt rajta szőr is, csak azért, mert... Ja, tényleg. Szép szőrös lila uborka. Szóval ilyenek azért még nincsenek, de cserébe egy csomó vasat már találtam. Sőt, aranyat is, úgyhogy ez tök király. Ezekből azért tudunk ám építkezni rendesen. Szia! Hát hello, hát jöttél velem ilyen mélyre. Hú, nézd, ez itt milyen, ilyet még nem is láttunk. Ez már nem is jeges, ez már ilyen, nem tudom, slime-os. Slime-os. És egyébként tényleg sok a slime, de hova tűntek az ércek? Láttál már ilyet? Nem, de mondjuk én nem is nagyon voltam a bányában. Nekem az a bogárkin, amiből csalit lehet készíteni. Hát ez már nem tudom, hogy van ezen a szinten, de az ott egy hatalmas slime-nak néz ki amúgy. Lehet az egy boss, nem? Slime boss. De az biztos, hogy jelölve lenne csillagokkal, vagy ilyesmi. Figyelj az életedre, mert... Batwing, wow. Biztos nem sérültél? Hú, milyen sok kicsi slime. Nem is volt olyan nagy ellenfél, viszont cserébe egy csomó minden dobott. És ott van a lejárat. Wow, mennyi minden van itt. Igen. Úgy látszik az előző, akkor csak egy ilyen kis szájmos kitérő volt. Ez mi ez a kis izé? Szőrös, ugráló kókuszgolyó. Én nem tudom, ezek a kókuszgolyók micsodák, ezek így most kezdték elárasztani ezt a bánya részt. Ezelőtt ilyenek nem voltak. Ez mi ez? Lejárat vagy? Nem, ez egy láda lesz. Volt benne egy kis aquamarin, majd oda lehetne adni a Merinnek, nem? Mert hogy aquamarin. Hahaj. Köszönöm, hogy elmagyaráztad egy nem esetlegyből. Nézd már, szellem is jön.
Nem, egyébként azért kéne Merinnek adni, mert vele jóba kéne lenni, hiszen nála van a gatya, amit meg kell szereznünk. A polgármester úr szentséges, csillogó lila gatyája, ami nekünk muszáj, hogy meglegyen, mert különben hogyan tudnák kihozni ő maga a saját gatyáját attól a nőtől, akinél ott hagyta, szóval igen. Remélem vanity itemként föl lehet venni mondjuk a fejünkre azt az alsó gatyát, vagy ilyesmi. Annak én is nagyon örülnék. Azért az mégiscsak egy... Itt lehet már nagyon jó dolgok vannak. Amúgy ez az a szint, ami már kicsit feljebb is volt, hogy ilyen spirálszerűen megyünk a közepe felé. Kíváncsi vagyok, hogy itt mi van a legbelsőjében, mert amúgy ezek ilyen nagyon hosszú szintek, tehát egy csomót kell farmolni, ütögetni. Az a baj, már este 9 van. Ja, Wow, mennyi láda van ott? Ezt talán összehozzuk azért. Teg erősebb eszközöket nem tudunk már csinálni? De ebben a részben egyébként ez is a terv, ez is a nagy-nagy projekt, hogy fejlesszük a felszereléseinket. Szereztünk koppert, szereztünk vasat, én örülnék, hogyha ebből egy kicsit azért már tudnánk fejleszteni a jelenlegi cuccainkat. Ez nagyon idegesítő, hogy bírod te ezt a bányászatot? Na nézzük, hát én a horgászatra mondom ugye ezt. Itt van még egy ilyen kis forgószörgő, nem tudom hogy hívják. Ja, de aquamarine, wow! Azok, meg egy csomó hardwoodot is látok, iron ore-t, szén. Ez azért nem rossz tud. És elérkeztünk a 60-as szintig, egy új láda. Kiszállni nyitni, eddig az összeset én nyitottam, úgyhogy nyugodtan. Igen, de már éjfél van! Látom, sietünk, ezt kinyitod, és egyébként lesz itt neked egy tó is. Level 9-es. Mert én is ki tudom nyitni. Lol, tök jó, akkor mind a kettőnek lett egy daggerje. Jó, innen folytatjuk, most pedig húzás haza, mert hamarosan beájulunk. Jaj, én nem adtam el a dolgokat, amiket összeszedtem. És ami a legrosszabb, hogy meg is locsoltuk a növényeket, mi? Hát szépen haladunk a farmal, csak a farmal nem foglalkoztunk. Igen. Neked ez ilyen bányász szimulátor szerintem. Jó, neked meg horgász szimulátor, igen. Jaj, de jó, esik az eső. Hú, de jó, hogy esett az eső tegnap, vagy ma így reggel, hogy nem kellett azért meglocsolni őket, de nagy mákunk van amúgy. Na jó van, jaj, király. Micsoda villámok. Na, de téged csak addig látlak, ameddig neked csalik kell. De lementem veled horgászni. Bányászni jöttél velem. Ja, tényleg lementem veled bányászni. Mi a fene? De amúgy jöhetsz le hozzám horgászni is viccen kívül, mert feloldottunk egy bányatavat, ami azért szerintem számodra egy kicsit hívogató lehet. Egyébként azt írták, hogy akkor érdemes geodát nyitni, amikor szerencsés napot mondanak a időjárás jelentésbe. Tényleg, ez nagyon jó, hogy eszedbe jutott, bár én esőben nem hiszem, hogy szerencséset fog mondani, de azért megnézem. Cica is inkább bent telpeszkedik. Jó, de a cicák ilyenek. Fortune teller. Jó, egy kicsit extrább szerencsém lesz, mint egyébként. Na, ez pont jókor mondta, akkor elmegyek, azt megnézem a geodákat. Ez most a mai nap, vagy a holnap? A mai nap. Na, megjöttem, jó ember, tessék már megmondani nekem, hogy mi van a geodájában. Nézzük meg először ezt az Omni geodát. Ez ilyen nagyon extrának néz ki, de... annyira extra dolog nincs, benne csak egy kis limestone. Jöhetnek akkor a frozenek, hát ebbe volt egy kis ürülék, nem baj. Ebbe ilyen fehér ürülék, guano, lunatrite egyébként. Egy kis vas. Ez az extra szerencse, hát ez nekem annyira nem szerencse. Ghost kristály, ez mondjuk nem rossz. És újra egy kis vas. Na hát, köszönöm szépen, volt már ennél szerencsésebb napom is. Készítettem új ládákat, lesz most már ilyen magic láda is szerintem, meg lehetne egy ilyen felszerelés láda. Úgyhogy, ja, egy csomó mindent találtunk most már, és nem tudjuk, hogy hol tároljuk. Bence, csirkés gyűrű! De ez micsoda? Ez egy gyűrű, amint csirke van? Szerintem igen. De rohadt jó. Nem tudom felvenni, mert tele van az... Anyém a csirkés gyűrű! Ne! De, gyere itt a csirkés gyűrű! Az a csikesz... Ez egy statyú? Ez nem egy gyűrű, Andi, miről beszélsz? Azt hittem csirkés gyűrű. Csirkés szobor, de ezt nem lehet kitenni valamit, mit mond? Ugye nem az, hogy Günther tud valamit. Günther tud valamit róla mondani! Mindenhez Güntherhez kell menni, nem akarom Günthernek odaadni. Mit tudna róla mondani? Ez egy szobor, amint csirke van, nem? Hát valószínűleg valami hasonló okosságot, igen. Van beehouse is. Azt is lehet érdemes lenne megcsinálni. Ahhoz iron bar kell, wood, meg maple szirup kéne. Maple tree-t találtunk már? Ja, találtunk, igen. Csináltam, szedtem is be juharszirupot. És már vele tudom craftolni ezt a bee jar-t? Vagy bee house-t? Megvan. Bee jar? Kis pisás üveg, vagy mi? Nem értem. Bee. Ja, bee. Oh, na nézzük akkor. Ide rakom a csirek mellé. Na nézzük. És hogyan töltjük fel őket méhekkel? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Amúgy jön a tél, konkrétan egy nap múlva szerencsére méhek meg fognak fajni, ha egyáltalán lennének. Szerintem őszjön, nyár után. Ja, tényleg őszjön. Basztus, jó, aki ilyen tolsztárban vagyok. Miért ott úgy van? Nem, hagyja. Őszön se szeretik a méhek. Megkérdeztem tőlük, ezt mondták. Merin,
Hoztam neked egy adag kvarcot, tessék elfogadni, adj érte egy disznót. Hol van? Ez mindig lóg a munkahelyéről. Alsogatja megvan, minden oké, de Merina soha nincs itt. Hol van? Vagy Marnie? Lehet, hogy azért nem kerül engem, mert nem tudom a nevét. Igen. Lehet ezért nem vagytok annyira jóban, mert még a nevét se tudod. Megnézem a kocsmába, ha nincs a kocsmába. Én ilyenkor még nem mennék kocsmába. Én már mennék. Én már mennék, de nem, nincs itt szerintem a Marnie. Végig hoztam az egész városon csak, hogy odaadhassam neked. Hát tessék, itt van, és ott van a kezébe a pia. Marnie, tessék. Aj, már ezen a héten adtam neki két giftet, úgyhogy nem tudok neki. A fenébe is. Nem tudok vele elég jóba lenni. Amúgy azt észrevetted, hogy a Joy a kórának is a leírásában azt írja, hogy tess. Igen? Igen. Szemétnek írja Joy a kólát, amit te ajándékként adtál nekem. Úgy fogtam most is egyet. Kéred? És mi van aláírva? Az, hogy treasure. Persze, trash. True treasure. Persze, treasure. Valószínűleg csak annyi. Hát egy új nap, méghozzá az év utolsó napja, az évszak utolsó napja pontosabban. És lekérszedni a kroppokat még mielőtt elmegyünk. Ja, és hamarosan kezdődik az event. Amúgy valószínűleg csak a meghívást írták, hogy 10-kor kezdődik, addig mi leszedjük. Demetrius küldte nekünk ezt az üzenetet. Előkészületek vannak, még nem lehet bemenni. Ja, te már csekkoltad? Igen, nincs meg a jegyünk hozzá, hogy ilyen korán bemenjünk. Úgyhogy. Na várjál, hát akkor kénytelen vagyok a polgármester úrral beszélni. Good morning! Mi a stájsz? Elindult szerintem, most azért nem tudok vele beszélni, mert megy a rendezvényre. 10 óra. Igen, de késik. Nem, a virágait nézegeti. A virágait ment el nézegetni? Polgármester asszony, vagy hogy hívják? Úr, tessék már jönni. Nézd, szerintem egy kicsit biztatom így a hátát, ilyen hátmosszást adok neki. Szétverem a kocsiját. Tényleg itt a szeme láttára. Szétverjük a, hát igen, a házát is, meg a kocsiját is. Mr. Polgári Jenő. Hivatalból. Ön esetleg nem akar engem beengedni ide, egy speciálban? Elállom az útját, csak a testemen keresztül. Na, gyere a buszhoz, hát az elvisz. Nem te... Oh, tényleg átment a testemen keresztül? Egy picit gondolkozott, hogy mi a fene, aztán átment rajtam. A Simsbe egy kicsit azért hangosabban szokták tiltakozni ezzel. Ja, ez ilyen, ilyen Moon Fesztivál lesz valószínűleg. Annyi este kell visszajönni ide. Hát akkor... Nem akartuk nézni nappal a holdat. Igen. Hát korán akartok most egy kicsit jönni. Nem baj, turkálok a szemétbe, hát találok valamit. De bezzeg, mások oda mehetnek addig nézelődni, csak ja, minket nem engednek. Na nézzük. Hát ez egyelőre annyira nem látványos, mint mondjuk az előző fesztiválunk. Ja, kim vannak a parton? De most legalább nem bontották le a hidat. De mit néztek ti itt mindannyian? Nagyon szépen megcsinálták egyébként a vizet, hogy ennyire tele van világítva. Dance of the Moonlight Chalice. És mit kell nézni, srácok? A holdat nézzük? Moonlight Chalice. Kíváncsi vagyok, hogy vajon milyen ízük lehet, azt mondja. Fel meg fel van háborod, vagy miért nincs egy büfé itt a strandon? Nekem Jess azt mondja, hogy reméli, hogy lesznek bébik ebben az évben. Mi? Miért? Hayley, te neked milyen okosság pattant ki a fejedből nézve ezt az egész táját? Ah, hozhattam volna a kamerámat, mindig elfelejtem. Tudod, mi lesz ez? Na? Szerintem a... hogy hívják? Medúza. Medúzákat fogunk nézni. Jaj, medúza felvonulás. Vagy hogy hívják ezt? Willy, te mit mondasz? A legtöbb éjszakai hal fél a világítástól, ezek különlegesek, ezek furcsák. Ezek nem félnek valószínűleg tőle. De érdekes, amúgy ez tökre, erre tökre kíváncsi vagyok, megkérdezem a polgármestert? Jó estét, Bence! A holdfény medúzák már elég közel vannak, már jelenleg is láttam egyet világítani a távolban. Amint kilőjük ezt a fáklyás kis hajót, vagy kivilágított hajót, azonnal ide fognak jönni a dockhoz, és majd lehet gondolom őket látni közelről. És hogyan tudjuk ezt kilőni, ezt a hajót? Elindítsuk? Persze, indítsuk el! Nézzük, mit tudnak azok a Moonlight Chalice-k. Jól néz ki. Nyomjad öreg! Hogy pont, láttad? Pont azzal a mozdulattal birizgálta meg, mint hogy a kis tövényeit is szokta. Na hát. Ezeket nem lehet kifogni? Nézd, hogy jönnek. Jaj, de szépek. Ki hát tényleg fogni. Szépek. Hagyd őket, ezek különlegesek. Természeti különlegességek. Fogni. Ne akarom adni. Ne, hagyd őket békén, olyan szépek, olyan értékesek, védett fajok. Hát gyönyörűek. Nézd meg, hogy jönnek. Na hát. Biztos valami bántőbe is sokat érnének. Jaj, hát mit csak a hasznot látod bennük. Nézd meg, hogy buborékoznak, meg minden. Biztos mérgezőek, és ha megcsípnek, nagyon fáj. Figyeld, ott van egy különleges. Vannak itt egy kicsik is, igen. De nem van itt egy ilyen nagyon különleges. Ó, ki? Az nekem még nem jött meg, Andi. Ja, bocsánat.
Tényleg ott a különleges, aha. Látom. Szépek. Na jó van, és akkor amúgy azok kívül, hogy ez ilyen kis környezeti látványosság, kapunk valamit tőlük így a fesztivál alkalmában? Vannak esetleg mostani dílek, megszerezhető növények, vagy csak ez ilyen nyárbúcsúztató, vagy vajon mire kell számítani? Szerintem most szaporodnak. Jó, és akkor most segítsünk nekik szaporodni, vagy mit akarsz ezzel mondani? Hát tovább búztak, és ezzel eltűnt a nyár. Vége lett a nyárnak. Na hát egy új évszakot zártunk, hát ez milyen jó már azért valami, hát valahol most ez kicsit szomorú volt ezekkel a Moonlight Jellykkel. De tök jó, nem? Tehát, hogy elérkeztünk egy, vagy hát holnap elérkezünk egy új évszakhoz, én már alszok is. Az első őszünk. Cica, gyere az ágyba. Na most már megnézem, ki az a cica. Gyere, itt van velem, itt fekszik, tök aranyos, nem? Belökjük? Jaj, már majdnem izé lehorgáztad. Cicát betesszük ide. Úgy van! Úgy van, be az ágyba. Jaj, befoglalt a helyem, és nem tudok bemenni. Jó, és a kedvence! Hé, hey, kitúltatok a macskával az ágyból? Na jó, megyek a disznóba, alszok inkább ott. Hát ez szép volt. Nagyon szép. Cica, te megcsaltál Andival? Én azt hittem szeret, és együtt alszunk. Hát itt a Plutó kivilágítatlan kis házikódba, azt itt alszok inkább. Legalább átérzed, milyen nekem ott. Hát miért nem világított ki? Na, első nekem nap. Nekem ez jutott. Nem tél, még mindig nem tél. Az őszből. Hát jó reggelt. Ú, de csúnya mindent, te jó ég. Csúnya lett. Nem minden növényünk szárad ki viszont cserében. Nézd, ezek megmaradtak. A kukorica? Csak tudnám mi ez, igen. Kukorica volt ez egyáltalán? Én úgy emlékszem, az kukorica volt, igen. Hát ez egy egészen új színvilág, egy egészen új stílus, te szépek a fák. Megvan ennek is a maga feelingje. Kíváncsi vagyok, mik az exkluzív növények így a télire. Most viszont már úgy kéne ültetni őket, hogy akkor így a sprinklerök igen, körén. Igen, hát akkor csak kukoricát kell ültetni. Hát jó van, de a kukorica az kicsit bénám. Miért mondasz rá ilyet, szegény kukorica? Nem tudom, ha ez hallaná. Nem tudom, mi bajom van a kukoricával. Mondjuk azt, hogy össze-vissza vannak nagyon csúnyan elhelyezgetve. Én meg azt szeretném már, hogyha organizálva lennének a utcaink. Nem tudom erre mi magyarul a szó. Szépen elrendezve, igen. Hát akkor én magamhoz veszem a marinkat, ezt elköltöm jól. Bevásárolsz magukból? Megyek is a Joya Company-ba és ott veszek magot, jó? Mert ott olcsóbb. Hogy tehetsz ilyet? Ne jó, nem fogom cserben. Tönkreteszed a kisvárosunkat. Nem hagyom cserben a kisvárosunkat. Megyek is. Az a gomba eddig is ott volt. Pearson, igazán siethetnél már, mert szeretnék vásárolni már szideget tőled. Pearson? Hogy hívják? Ja, Pierce, bocs. Azok mindig a Red Dead Redemption. Pumpkin seed, 13 nap még mire megnőnek. Marha sok pénz, de megvesszük. Hogy lesznek így tehenek? Meg fejlesztett eszközök? Grape starter. És veszi tovább, mint hogy meg se hallottam. Bocsi, nagyon rápörögtem. Olyan vagy, mint egy nő, amikor beszabadul egy cipőboltba. Hát, most mit mondják. Na jó, mindent megvettem. Kivétel ilyen apple szöp. Vegyünk már egy fát is, még sose volt fánk. 28 nap, mire megnő? Szerintem azt ne vegyünk. Gondolj már bele, mennyire jó lenne. Egy fát létszi, vegyünk már egyet legalább. Jó, egyet, de többet nem. 3400 money, elmegy, és... Igen, de ez egy nagyon jó fa lesz, csak ki ne száradjon. Tiha, miért rohadtul nem akarlak téged petelni? El szeretném ültetni a növényemet. Tiha, miért? Igen, a Tiha, miért a lány csirke bejön ide, és zavar... Ja. És még le is feküdt. Hát ezt nem hiszem el. Mert amúgy egy csirke milyen lenne, ha nem lány? Jó van, na érted, csak hogy jobban ki akartam hangsúlyozni, hogy adható neki ilyen szerencsétlen nevet. És a hölgy. Tihamér a hölgy. Tihamér a hölgy. Végre arra ment. Na, el tudom ültetni végre a dolgaimat. Na nézzük. Az ősz másik napja. Ó, de szép. Esés van itt. Szóval elültetgettem nagyjából a növényeinket, de még vannak szídek, amiket el kéne szerintem. Én azon gondolkoztam, hogy nem lehetne esetleg egy jobb fertilizert készíteni, mint ez a basic. Mert attól félek, hogyha ezt a nagy cherry szeplinget, ezt a nagyon értékes 3000-be kerülő fát elültetem, akkor azt lehet, hogy nem egy basicre kéne, hanem már valami jobb. Jobb talajra, hát meg lehet próbálni. Hú, milyen szél van. Ez mit jelent? Figyelj már. Mint hogyha sisteregne a mikrofonod, vagy az én mikrofonom, és elrontja itt a hangminőségünket, ez a hülye szél. De jó van, rá kellett szólni, és most már abba hagytál.
Ja, jó. Oké, akkor én megfejem az egyik fát elsősorban. Jó. És aztán még meg is ajándékozom szerintem a Marint alattunk. Jó. Na, hoztam neked egy ajándékot. Egy kis társaság összegyűlt így a tavasz első napján amúgy. De a társaságból csak egy embernek van itt ajándékom. Tessék. Thank you, Málni, thank you. A többiek nem lesznek irigyek, hogy így megszakítottam őket. Fur ez az altár még mindig itt bent. Nem tudom, hogy mit lehet vele kezdeni. Biztos valamire jó lesz amúgy. Ha. Ó, várjál, mit csinálnak? Ezek mind elkezdtek edzeni. Azt a mindenét én ilyet még nem is láttam. Hogy hullahoppozik, hát mondjuk rá is fér. De durva. A nagy őszi edzés elkezdődött. Ja. Elkezdtek edzeni. Jó, ez tök jó látni, hát még nem is produkáltak. Jó, én szerintem akkor ide elő is ültetem ezt a fát. Ugye 8x8-as területen neki teljesen ülestek kell legyen a körülötte a dolog. Úgyhogy itt már biztos nem fog neki semmi sem bezavarni. És mivel nem lehet megkapált területre ültetni, úgy néz ki. Úgyhogy mindenféle szója meg ilyesmi, ilyen variálást nélkül szerintem ezt ide leteszem. És aztán bízunk a legjobbakban. Lesz egy saját cseresznyefánk. Hamarosan. 28 nap. Egy teljes hónap. Csak egy évszak. Igen. De hogyha megnő, akkor nagyon király lesz, én bízok benne. Többen írtátok egyébként, hogy a fákba érdemes lesz beruházni. És mostanában egy csomó minden érdekességbe, újdonságba belekezdtünk még itt a ház körül, úgyhogy határozottan jól néz, vagy kezd most már jól kinézni a farmunk. És hát most így elkezdtük ezt az új évszakot, kíváncsi várom az új kihívásokat is majd bennem. Szóval hamarosan találkozunk egy következő epizódban, addig is még minden jót, és sziasztok! Sziasztok!